Köszöntünk mindenkit, ez itt az Ultimate Sport On The Air adása, méghozzá május 28-án, kedden. Én Rós András vagyok, és ez itt a 13. adásunk. Hát nem biztos, hogy szerencsés szám lesz ez nekünk. Reméljük, hogy nem lesznek technikai problémáink, és minden a rendes kerékvágásba le fog menni. Mai adásunkban, mint jobb oldalt láthatjátok a képernyőn, rengeteg témát szánunk nektek. Itt lesz velünk Elekes Bálint is többek között, akivel beszélgetni fogunk majd a hétvégi eseményekről, a futballvilág hétvégi eseményeiről, úgyhogy mindenképpen érdekes kis beszélgetésünk lesz majd vele. Ezen kívül természetesen itt lesz velünk majd Horváth Antal, illetve Kis Antal, elnézést kérek, Anti. Szóval Kis Antal itt lesz velünk, akivel NBA-ről fogunk beszélgetni, méghozzá arról az NBA-ről, ahol ugye gyakorlatilag bejutott a Spurs a nagy döntőben, aztán pedig természetesen ezen kívül itt lesz velünk Horváth András is, akivel az Indikáról beszélünk, az Indianapolis 500 mérföldes versenyről, és Molnár Dáviddal pedig a GP2 eseményeit taglaljuk, majd várjuk a hozzászólásaitokat. Közben látom, hogy a feliratunk az nem megfelelő, nem a Formula 1-ről fogunk beszélgetni, erről tegnap beszélgettünk. Egyébként ezt az adást megtalálhatjátok a YouTube csatornánkat, youtube.com/ultimatesport.hu, tehát itt lehet majd keresni minket. Most pedig akkor következzen lassan az első anyagunk, de azt még elmondom az első anyagunk előtt, hogy a képernyő alján látható eléréseken hozzánk szólhattok, tehát facebook.com/ultimatesportondier, illetve twitter.com/usportlive,
jobb oldalon pedig azt a hashtaget láthatjátok, amit Twitteren tudtok használni, ha hozzánk akartok szólni. Na és akkor következzen az első beszélgetésünk, amit a mai nap folyamán vettünk föl Elekes Bálinttal, akivel több mindenről beszéltünk a futballvilágából. Ha kedd, akkor focis elemző, és itt van velünk Elekes Bálint, a futballcenter.hu szakértője, szerkesztője. Szia, köszöntelek itt a stúdióban. Hát, sziasztok! Rengeteg mindenről van beszélgetni valónk, ugye meg a hétvégén rendezték mind az Olasz Kupa, mind a Bajnokok Ligája döntőjét, valamint spanyol bajnoki fordulót is rendeztek, és élesedik a kiesés elleni küzdelem. Kezdjük talán a Bajnokok Ligája döntőjével, azt gondolom, hogy ez él legfrissebben az emlékeinkben, és ez volt a hétvége legnagyobb eseménye. Hát nagyon érdekes meccs volt. Ugye a Bayern München nyerte a Bajnokok Ligáját, de kicsit olyan volt, mintha két különböző meccset láttunk volna az első fél időben és a második fél időben. Szerinted ez mi miatt lehetett? Szerintem ez amiatt volt, mert a Bayern tudatosan adta át az első fél időben a támadás, illetve a kezdeményezés lehetőséget a Dortmundnak. Szerintem arra próbáltak számítani, arra számítottak, hogy gyors kontrákkal majd nagyon meg tudják fogni a Dortmundot, és akár gólokat is tudnak belőle szerezni. Csak aztán látták, hogy ez azért nem működik olyan egyszerűen, tehát azért a Dortmund edzője, Klopp se tegnap végezte el az edzői szakot, tehát ő amellett, hogy a támadás kezdeményezését mondta a csapatának, fölkészült az esetleges Bayern kontrákból is, tehát érzésem szerint ezért nem nagyon láttunk sok Bayern helyzetet az első fél időben. De feltetőleg az öltözőben Heinkes mester úgy döntött, hogy ez azért valószínű, hogy nem fog sikert eredményezni ez a taktika, ezért kezdeményeztek inkább már ők is a második fél időben. Ugye hát gyakorlatilag az összes gól a második fél időben esett itt a döntőben, és hát volt ugye egy 11-esünk is, végül Robben nagyszerű góljával nyert a Bayern. Hogy láttad a gólokat? Mennyire voltak védelmi hibák mind a Dortmund, mind akár a Bayern részéről? Az első müncheni gól hát azért valamilyen szinten védelmi hiba volt. Tehát oké, hogy Robben óriási nagy klasszis és szélvész gyors, le tudta vinni ugye az alapon alig a labdát, onnan centerezett, hát nem tudom, lehet, hogy Weidenfeller foghatta volna esetleg azt, de az, hogy Mandzukic ennyire üresen tudott érkezni és pár lépésre a kapuba fokozni a labdát, hát az azért óriási védelmi hibára val. Szerintem meglepte a Dortmundot ez az akció. Mondom, tehát a Bayern szerintem csak altatott mérkőzés első felében, és ez egy ilyen ritmusváltás után gyorsan, én úgy mondanám, hogy így a semmiből nagyjából hirtelen vezetést szereztek, és utána a Dortmundot egy kicsit megfogta, és egyébként ez a mérkőzés, nem tudom mennyire értesz fel egyet, szerintem kísértetésre hasonlít az Európa Liga döntőre. Tehát szerintem ott pontosan ugyanez játszódott le. Uh-huh. Egyébként második, most, hogy mondod, igen. Második fél idő elején gyorsan vezetés szerzett itt a Bayern, ott ugye a Chelsea, aztán egy kicsit megzavarodott az addig fölényben lévő Dortmund, ott pedig Benfica, aztán egy 11-esből egyenlített, ugye mindkét csapat, és utána valahogy úgy kicsit leült a mérkőzés, nem voltak annyira aktívak a támadó alakulatok a két csapatnak. Aztán a végén egy, hát talán mondhatnám megint, hogy semmiből jött gól döntötte a mindkét döntőt, bár azért a Bayernnél egy tudatosabb akció volt, egy ugyanolyan zseniális egyéni megmozdulás, aminek a vége gólt eredményezett. És így a Bayern lett a Bajnokok Ligája győztes, azért
valahogy olyan érzése van az embernek, hogy ez így igazságos eredmény. Persze nyilván rengeteg, tehát mondjuk aki semleges szurkolóként nézte ezt a meccset, nyilván úgy érezheti, hogy a Dortmund játszotta a szimpatikusabb játékot. Ettől függetlenül én azt éreztem, hogy ugye látható volt, hogy azért a Dortmund megpróbált a kontrákra építeni, és ezt te is így vártad, és ezt vártad a ugye múlt heti felvezetőnkbe. Mégis én azt érzem, hogy voltak olyan pontok, amikor a védekezés meginogott, ugye ebből a kettő ilyen volt súlyosabb eset, amikor gólt is szerzett a Bayern. Mi lehetett ennek az oka, hogy egyszerűen néha nem úgy védekezett a Dortmund, mint ahogy egyébként szokott? Egyszerű figyelmetlenség. Tehát azért, hogyha valaki játszik a Bayern München ellen, különösen idén, akkor az egy óriási pszichés tehert jelent az ellenfél védelmének. Azért, mint a mérkőzésben is bizonyított, a két kisebb megingás egyből gólt eredményezett. Tehát azért borzasztó nehéz így végigjátszani 90 percet, hogy akár egy apró hiba is végzetes lehet, ami N plusz egy másik ellenfél ellen beleférne. Tehát én erre vezethetem vissza, hogy az óriási nyomást nem bírták. Meg hát az meg pláne, hogy nem csak sima Bayern előny meccs volt, hanem BL döntő is. Ráadásul. Tehát ez így ez a kettő összeadódott és ez eredményezte azt, hogy a ilyen mérkőzésekben rutintalan Dortmundi védelem kétszer is megingott. Igen, hát mindenképpen ezen volt a Bajnokok Ligája döntője. Mit jelenthet a két csapat jövőjére tekintve ez az eredmény, ez a Bajnokok Ligája döntő eredmény? Szerinted mennyiben határozhatja meg mondjuk a jövő évét a két csapatnak? Szerintem a Dortmundot fogja befolyásolni jobban. A Bayern az egy szuperklasszis csapat volt eddig is, és ezután is az lesz. Én nagyon félek, hogy a Dortmundot ízekre szedik. Tehát egyre erősebb a pletyka, hogy Lewandowski is Götzével tart, és pont a Bayernbe fog menni. És azért ők ketten két olyan láncszemély a Dortmundnak, ami nem hiszem, hogy csak úgy egy igazolással tudnának pótolni. Tehát nagyon-nagyon kulcsfontosságú lesz a Dortmund számára a nyári átigazolási időszak, mind távozási, mind érkezési oldalon. Én mondom, tartok attól, hogy meg fogják simítani egy picit, vagy nem is picit. Hát azért reméljük, hogy nem. Jürgen Kloppnál mi a helyzet? Nem tudom, hogy neki most hogy van a szerződése, de hát azért én azt gondolnám, hogy a nagyobb klubok az esetleg kapkodhatnak érte edzői posztra. Én úgy tudom, hogy neki 3 évig van még szerződése a Borussiával. Nyilván nem 2 euró lenne őt most kivásárolni abból. Én ahogy olvastam a nyilatkozatait, ő nem nagyon akar még elmenni onnan, ő még szeretne ott dolgozni és sikereket elérni. Tehát nyilvánvalóan idővel őt is majd fogjuk szerintem egy másik csapatnál látni. Én úgy érzem, hogy őt nem Németországon belül fogjuk látni máshol, hanem inkább egy külföldi sztár csapatnál. Hát mindenképpen meglátjuk, hogy mit hoz a jövő, és akkor ennyit a Bajnokok Ligája döntőjéről. Tehát 2-1-re nyert a Bayern München, és ezzel megnyerték a Bajnokok Ligáját. Térjünk át az olasz kupa döntőjére. Hát nagyon-nagyon kiegyenlített meccset láthattunk. Egy villanás döntött, és igazából beszélgettünk arról, hogy ki nyerheti a döntőt. És hát nagyon arra tendáltál, hogy a Lazio. De te is mondtad, hogy szoros meccset vársz. Ettől függetlenül meglepette az, hogy a Lazio megnyerte ezt a döntőt, illetve hogy láttad te a meccset? A meccset látva nem lepett meg, meg úgy egyébként se, hiszen ez szerintem egy abszolút 50-50 százalékos meccs volt. Én úgy érzem, hogy csapategységben nőtt a Lazio a Roma fölé. Tehát egyéni képességekben talán azonos, esetleg talán egy kicsit a Róma felé billenne a mérleg nyelve, de csapategységben sokkal erősebb a Lazio. Ezt bizonyította már a szezon folyamán az egymás elleni bajnokikon.
meg most a kupadöntőben is valami nagyon nem áll össze a Rómánál, és ennek már második éve isszák meg a levét. A döntőben is teljesen tanástalanul játszottak, nem igazán láttam az elképzelést egyetlen támadásukban sem. Próbálkoztak távollövésekkel, de azok közül se volt egy sem, amilyen igazán veszélyes lett volna. Nem tudom igazából, nem látok bele egy a klub belügyeibe, de nagyon komoly problémák vannak ott. Egyébként úgy tűnt a mérkőzés elején, illetve a mérkőzés több részében is, hogy mindkét csapat nagyon koncentrált, viszont nagyon félnek ettől a döntőtől. Tehát tartották a távolságot, kicsit óvatosnak tűnt a két csapat, főleg a meccs elején. Ez tökéletesen pontosan így van. Én abszolút azt éreztem végig az első fél alatt, hogy mindkét csapat a vereség elkerülését akarja, vagy azt tűzte ki célul. Na most ugye ez egy kupadöntőbe nem lehetséges, ugyanis az egyiknek mindenképp veszteni kell, mert egy bajnoki meccsen ugye lehetséges a döntetlen. Aztán a második fél időre, hogy kifutottak a csapatok, ott már azért inkább éreztem kezdeményező készséget, ott is inkább a Láció oldaláról. Bár azért nagyon túlzásba ők se vitték, de inkább náluk voltak gyors ritmusváltások, olyan akciók, amik azért veszélyesek voltak. Végül ugye a Láció Lulics góljával nyert. Hát azért itt is feltehető ez a kérdés, bár ezt már érintetted egy picit, ami ugye a Bajnokok Ligája döntőjénél is. A Lációnak egy nagyon jó szezon kezdete volt, de aztán visszaestek, viszont ahogy látható, magasságokba fejezik be ezt az évet. Nekik mit jelenthet ez a döntő, illetve a Rómának a jövőre tekintettel mit jelenthet ez a vereség? A Lációnak valamilyen szinten megmentette a szezonját ez a meccs. Ugye annyira szétestek a bajnokság végére, hogy még a Róma is pont megelőzte őket, ami nem esik jól általában a szurkolóknak. A Lációnál egy olyan, hívjuk lavinának, lavinát indíthat el, hogy talán kezd vonzóvá válni játékosoknak. Olyan játékosoknak, akiket szeretne megszerezni a klub. És ez nagyon fontos az ő szempontjukból, hiszen közhelyszerűen hangzik, de tényleg nagyon szűk a keret. Kevés a minőségi játékos, akikkel komoly célokért lehet küzdeni. Talán ez a kupa győzelem, illetve európai a kvalifikáció vonzóbbá teszi a csapatot olyan játékosoknak, akiket kiszemeltek. A Rómánál, ahogy olvastam, a meccs után teljes a káosz, szurkolók megtámadták a csapatbuszt, teljes vezetőség lemondását követelik. Ugye azt tudni kell, hogy két éve, kicsivel több mint két éve egy amerikai tulajdonos megvette a csapatot, és elképesztően sok pénzt investált bele. Olyan sokat, amennyiről a Lációnál álmodni sem mernek. És itt volt az első komoly probléma, hogy külföldiek nem nagyon ismerik az olasz viszonyokat. Tehát az új menedzsmentnek, vezetésnek az volt a célja, hogy egy mini Barcelonát hozzanak össze. Ugye leigazolták Luis Enriquet, aztán amikor ő megbukott Zdenek Zémánt, ugye nagyon erős támadó futballra épülő játékkal, csak hát azt felejtették ki, hogy az olasz futballhagyományokban ez megvalósíthatatlan. Tehát olasz bajnokságban stabil védelem nélkül meghalsz, tehát ott nem tudsz ezzel a tiki-takás játékkal nagyon előre jutni. Mondom, ez már a második szezonjuk, ami rámegy erre, hát kulcskérdés lesz, hogy ki fog nyáron a kispadra leülni náluk. Hogyha hinni lehet a pletykáknak, akkor ugye a jelenleg Milános Allegri lesz az edzőjük, na ő szerintem össze tudja szedni ezt a társaságot, és akkor a dobogóért fognak küzdeni következő évben. Ugye a Lációnál is fönnáll egyébként a kérdés, hogy mennyire vásárolható szét a csapat. Ugye nyilván vannak olyan fiatal játékosok, akiket esetleg kinéztek nagyobb európai klubok. Mennyire áll fent ennek a veszélye? Annyira nem.
hiszen a Lazióban kevés a fiatal játékos, tehát ők inkább a rutinosabb játékosokra építenek már évek óta, illetve az a kevés fiatal az azért nem fog elmenni, mert az elnökük egy rettenetesen konok ember, tehát ha valakihez ragaszkodik, akkor ő tényleg ott marad. Ugye most Onazi, ugye most így hirtelen, aki eszembe jut, egy 20 éves srác, akit így szeretnének európai nagyobb csapatok, vagy hát nem is tudom, mint az Everton mennyire számít nagyobb csapatnak, de a Lazio elnöke, ugye Lotito nagyon, nagyon ragaszkodik a játékosaihoz, tehát borzasztó nehéz bárkit is megvenni tőle. Hát mindenképpen egy nagyon feszültségekkel teli és nagyon izgalmas nyári időszakra számíthatunk mindkét klubnál, úgyhogy ezt is érdemes lesz majd követni. Na és akkor az utolsó témakörünk a spanyol bajnokság utolsó fordulójához érkezik, és hát két dolog kérdéses, ki fog kiesni, és meg lesz a Barcelonának a 100 pont. Ugye jelen pillanatban a Barcelona 97 ponttal vezeti a bajnokságot, viszont talán ez a kevésbé érdekesebb. Egyébként... Én azért említenék még egyet, hogy a Valencia között érő negyedik hely, így van. Lesz, tehát azért ez még nincs lefutva. Igen, ez is érdekes lehet, ugye a Real Sociedad és a Valencia fog megküzdeni ezért a pozícióért, és hát mindenképp érdekes lesz az, hogy a két csapat miként fog végezni az utolsó fordulóban, ugye a Real Sociedad a Deportivohoz látogat, ahhoz a Deportivohoz, aki viszont a kiesés elkerülése ellen megy, míg ugye a Valencia Sevillához látogat. Ugye a Sevillának gyakorlatilag itt már nincs sok tétje ennek a meccsnek, viszont én azt gondolom, hogy azért ők se fognak úgy odaadni egy győzelmet, csak úgy lazán a Valenciának. Mindenesetre a Valencia várhatja jobb pozícióból ezt az utolsó fordulót. Ugye ők állnak 65 ponton, míg a Sociedad 63-on. Na de akkor egy kicsit a kieső zónára térjünk rá. Ugye gyakorlatilag 4 csapatnak van esélye arra, hogy benn maradjon. Jelenleg a Deportivo áll a legjobb helyen, de hát elmondtuk, hogy a Real Sociedad fog hozzájuk látogatni, aki egyébként 3-3-at játszott az előző fordulóban Real Madriddal. Mire számíthatunk itt ebben a tekintetben, a kieső helyek tekintetében az utolsó fordulóban? Elsősorban mindenki fejetlenségre, és rengeteg vált. Ugye egy időben lesznek a mérkőzések, tehát a csapatoknak, a vezetőinek, menedzsereinek a mobiltelefonja gyakran fog csörögni, hogy beszámoljanak a másik pályákon zajló eseményekről. Hát így, amikor 4 csapat pályázik egy helyre, borzasztó nehéz bármit is megtippelni. Ugye a Depor, hogyha nyerben marad, tehát ők az egyetlen csapat, akinek a saját kezében van sorsa, de hát rájuk már a legnehezebb ellenfélsz a Real Sociedad, ugye élethalál harcot vív a Bajnokok Ligája selejtezőért, amit csak és kizárólag győzelemmel érhetnek el, és akkor sem biztos. Tehát a Sociedad is óriási győzelmi kényszerben van, tehát a Deportivo egy kicsit csúnyán fogalmazok, megszívta, hogy pont velük játszik az utolsó fordulóban. Ugye a Zaragoza az Atletico Madridot fogadja, hát ugye az Atletico már biztos, hogy harmadik, de szerintem az Atleticónak a B csapata is van olyan erős, hogy simán megveri a Zaragozát, tehát ők sincsenek nagyon jó pozícióban. A Celta az Espanyolt fogadja, hát azért az is egy nehéz meccs, már az Espanyolnak már komoly tétje nincs a meccsnek, és hát a Mallorca, amelyik ugyan most legutolsó helyen áll, de talán nekik van a legkönnyebb dolgok, szóval Valladolid ellen játszanak hazai pályán, tehát bármilyen furcsán is hangzik, én most, hogyha a papírformák bejönnek, akkor azt mondanám, hogy a Mallorca fog bemaradni, bármilyen furcsa, akik jelenleg a 20. helyen állnak, de egy győzelemmel megelőzheti, mint 3 riválisát. Pont azon gondolkoztam, hogy 4 olyan csapatról beszélünk, talán a Celta Vigót kivéve, akik azért már szebb időket is megéltek.
Ugye emlékeztetünk a Deportivo, hát nem néhány, de azért jó pár évvel ezelőtt BL döntőben is volt. Illetve igen, elődöntőben, ugye a Zaragoza nyilván ugye középmezőnyben is, tehát sokáig középmezőnyben tartózkodott, a Mallorca emlékezhetünk, hogy mekkora mumusa volt a Barcelonának és Real Madridnak, játszott náluk még egy Samuel Eto'o nevű úriember is annó. Azért nagyon, nagyon furcsán változnak a dolgok, míg például nézzünk rá, olyan csapatok, mint a Levante, aki ugye rengeteget küzdött a kiesés ellen, vagy akár a Bilbao, ők most felemelkedtek. Mi lehet ennek az oka, hogy most ennyire visszaestek ezek a csapatok, akik mondjuk néhány évvel ezelőtt még jobbak voltak? Ez a futballnak az alapkör forgásához tartozik hozzá? Részint igen, de én elsősorban ezt gazdasági okokkal magyaráznám. Ugye, aki csak egy kicsit is beleássa magát így az európai gazdasági ügyekbe, az pontosan tudja, hogy Spanyolország hogy áll gazdaságilag borzalmasan, és ez bizony a sportklubokra is hatással van. Ugye a Barcelona, Real Madrid ebből a szempontból nem játszik, ugyanis ők mögöttük olyan bázis áll, ami nem hinném, hogy bármennyire is befolyásolná az ő versenyképességüket. De azért ezeknél a csapatoknál nagyon rányomja a bélyegét. Tehát nagyon sok neves játékos igazol el ezekből a csapatokból. Nyilván nem tudnak olyan fizetéseket garantálni nekik, mint korábban. Tehát én elsősorban ebben látom a visszaesésük okát. Tehát gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy itt a pénz az kicsit megöli a focit valamilyen szinten. Tehát nem feltétlenül igen, az ilyen. Igen, mondhatjuk, hogy ez így van. Hát ez a profi futballvilág, ez ilyen. Ezt el kell fogadni sajnos. Egyébként azon szoktam sokat gondolkozni itt a spanyol futballal kapcsolatban, és akkor mindjárt be is fejezzük, hogy mi lehet az oka annak, hogy ekkora a különbség az elsők, és mondjuk a mezőnynek a vége között. Tehát azért sokkal több papírforma alapján alakuló meccset láthatunk a spanyol fociban, mint akármelyik másik bajnokságban. Hát ez talán leginkább a történelemmel magyarázható, ugyanis a két gigász ugye megalakulásuk óta a spanyol foci élmezőnyében foglalnak helyet. Egyszerűen olyan világmárkák, ahova tényleg már csak a név miatt is bárki odaigazol, aki oda szeretne. Talán ezzel magyarázható, míg az én kisebb spanyol csapatok, hát nem nagyon emlékszünk tőlük nagy európai eredményekre, leszámítva azért egy párat, tehát azért az Atletico, vagy a Sevilla, vagy a Valencia érte szép európai sikereket, de a többség nem. Viszont amit mondasz, hogy itt a legtöbb papírforma mérkőzés, azért Spanyolországban középmezőny viszont borzasztóan sűrű. Tehát azért, ahogy figyeltem szezon közben, itt egy-egy győzelemmel akár 4-5 helyet is ugorhat egy csapat kedvező, az eredmények kedvező alakulása esetén. Tehát talán ez is azt jelenti, hogy tényleg a Barcelona általában a harmadik, negyedik helyhez képest 30-40 pontos előnnyel zár. Na hát ennyit az spanyol fociról, majd jövő héten visszatérünk arra, hogy mi lett a konklúziója itt a spanyol bajnokságra. Még egy kérdésem van, amit elfelejtettem az olasz kupa kapcsán föltenni. Mi volt a véleményed Psy fellépéséről? Szerintem meglehetősen vicces, hogy az olasz szövetség ilyen produkcióval próbálja följebb vinni a hangulatot. Láttam is egy videót, ahol eléggé kifütyülték őt a szurkolók. Én őszintén szóval azon lepődtem volna meg, ha ez nem így történt volna. Ugye Olaszországban, ahol a legerősebben él még az ultra élet hagyománya, tehát ahol szurkolótáborok, csoportok, koreográfiákkal
állnak elő, hát ott szerintem az egyik legrosszabb húzás volt pont ott ezt az úriembert itt, itt mutogatni. Szerintem ez egy angol kupa döntő, vagy nem tudom, másod valami jól elment volna, ahol, ahol egy kicsit olyan színháziasabb a nézőtér légköre, vagy mit tudom, Németországban, de hát szerintem Olaszországban, hát ez nem tudom hova tenni ezt az embert, hogy miért kellett meghívni ide. Hát egy, nekem meg pont beleillett az olasz focinak, tehát ahogy ugye, ha jól emlékszem, akkor néhány évvel az olasz kupa döntőjét elvitték valahova Ázsiába, hogy ott szuperkupát. Szuperkupát? Tehát valahogy, tehát mindig megpróbálnak így Ázsia felé terjeszkedni, meg fölvenni ezeket a nemzetközi dolgokat az olaszok, nem tudom, tehát így hát jó nyílt. A szuperkupa döntőt azt kizárólag a pénz miatt viszik Ázsiába, tehát Kína fizet annyit, hogy ez megéri a csapatoknak is és a szövetségnek is. Hát mondom, nem tudom, de most szerinted most ez a bohóckodás, ez pont egy foci meccsre való, hát szerintem egyáltalán nem. Tehát nem ez feltétlenül, de főleg a egy Róma Láció meccsre, tehát tényleg nagyon vicces. Hát jó, ezt is letudtuk, ilyen is volt, de mondom, ez egy óriási melléfogás volt a szövetség részéről. Na, hát akkor erről ennyit a focis részünkről. Lelekes Bálintnak köszönöm szépen, hogy itt volt ma is velünk, és akkor köszönöm. Jövő héten folytatjuk a spanyol foci elemzésével, és hogy mi lett a vége. Na, most értünk vissza. Kicsit voltak hang problémáink, de most már elméletileg mindennek jónak kell lennie. Várjuk továbbra is a hozzászólásaitokat. Itt a stream alatt is hozzánk lehet szólni, látható egy kis Facebook chat rész. Kisanta a kolléga meglehetősen gyakran használja ezt kifejezésére. Hát igen, látható a képernyő alján, hogy mit gondolt erről az összecsapásról. És hát őt majd egy kicsit később hallhatjuk az adásba. Egyébként a ti hozzászólásaitok is bekerülhetnek az adásba, csak vagy Facebookon, vagy itt a stream alatt, vagy Twitteren, tehát bármilyen felületen írhattok hozzánk, írjatok, kíváncsiak vagyunk a véleményetekre, akár azokkal a témákkal kapcsolatban, amikről beszélünk a műsorban, akár bármilyen témával kapcsolatban, tehát írjatok nekünk. Most pedig következzen az indikáros beszélgetésünk, amit itt az utolsó pillanatokban vettünk föl Horváth Andris kollégával. Itt van velünk Horváth András, akivel az Indy 500-ról fogunk beszélgetni. Ugye a hétvégén rendezték az Indianapolis 500 mérföldes 97. versenyét, amelyet Tony Kanaan nyert meg. Hát tulajdonképpen mondhatjuk, hogy a népbajnoka nyert, és igazi nézők kedvence lett itt a futam győztese. Pontosan. TK becenévre hallgató versenyző, ugyebár a nevének a kezdőbetűiből. Az ő nevét kántált a közönség, az a majd 300 ezer ember, aki összegyűlt a lelátókon. Fordította a nevét, amikor beért, ebből is látszik, hogy mennyire szeretik őt. A nézők odaállt, meg szerte az egész világon, hiszen itt is hazánkban is megszámlálhatatlan rajongója van. Tényleg mindenki, aki az indikát szereti, szerintem Tony Kanaant is bírja benne. És a 12-es szám bűvöletében telt el neki a verseny, hiszen 12 év után sikerült megnyerni a versenyt a 12. helyről rajtól. Ami utoljára Anser Juniornak sikerült még 92-ben. Vagyis, hogy pont így sikerült neki is 1992-ben a 12. helyről rajtolni, és ugye Paranzer Junior az egyik versenyző, aki négyszer tudott diadalmaskodni az Indy 500-on. Igen, mindenképpen egy nagyon nagy győzelem volt ez Tony Kanaan számára. Beszéljünk egy kicsit a verseny korábbi részéről. Ami engem nagyon meglepett, és talán ezzel kezdjünk, az a Ganassiknak a gyengelkedése volt. Szerinted mi okozhatta azt, hogy ennyire gyengén mentek a versenyen? Kezdem azt hinni, hogy igazuk van, és a Honda motorok nem
teljesítenek olyan szinten, ahogy az elvárható lenne, vagy ahogy szeretnék, hiszen Javi dominancia volt az Indy 500-on, és az év korábbi részében is inkább a Chevy dominált, egyetlen Hondás győzelem van, még Szató Long Beach utcáin győzött Honda motoros autóval, úgyhogy egyrészt továbbra sem értették meg szerintem még az autót olyan szinten, mint más csapatok ganasziék, másrésztről ez a Honda motor is szerepet játszhat, kíváncsi vagyok, hogy majd most milyen nyilatkozatok fognak érkezni ganasziéktól, a Hondától, és hogy a Honda vajon fejleszte a motoron, vagy próbálkozik-e majd valamit kezdeni a motorterén. Igen, nagyon kirívó volt a Hondáknak a gyengelkedése, és ami a legmeglepőbb volt nekem az, hogy Justin Wilson lett a legjobb Hondás az első 10-ben. Ő neki ez brutálisan jó ovál futama volt. Ez nagyon, hiszen nem arról híres, hogy ovál menő lenne, tavaly ugyan megnyerte a Texas futamot, de az élete első ovál győzelme volt, és ebből úgy tűnik, hogy a Dale Coyne Racinggel most már, illetve a jövőben velük is számolni kell talán az ovál pályákon. Ez fantasztikus eredmény tőle és a csapattól is egyaránt. Mindenképpen érdekes volt. Picit a rekordokról beszéljünk, mert rengeteg rekord megdőlt itt az Indy 500-on. Többek között ugye, hát most mondhatnánk azt, hogy hányszor változott az első helyezettnek a személye, odáig, hogy a legkevesebb sárga zászló szakasz volt. Mondhatjuk el, hogy a történelem egyik, ha nem a legjobb Indy 500-át láttuk, nyilván a befutótól eltekintve. Mindenképpen, és már a tavalyira is ráhúzható ez a jelző, de az idei is nagyon jó volt. Amit már a verseny vége felé is sejtettünk, hogy a legtöbb autó most ért célba, 26 autó ért célba. Ez az egész Indy 500 történetében a legtöbb célba érőt jelenti, kivéve az 1976-os esetet, de akkor nem a teljes távot adták le. Eső miatt félbe szakadt hamarabb a verseny, akkor 27 dulót intett le a kockázászló, de lényegében most 26 autó célba érkezésével rekordot döntöttek. 14 különböző személy állt az élen. 93-ban voltak a legközelebb ehhez a számhoz, akkor 12-en, és ebből is látszik, hogy nagyon jó úton halad valószínűleg, meg szerintem, meg nagyon sok rajongó szerint az IndyCar, hiszen a 90-es évek eleje az az aranykorszak, tehát az mindenképpen egy aranykorszaknak lehet nevezni, és most nagyon ahhoz az időszakhoz hasonlóak a versenyek, a mezőny összetétele, ebből az adatból is, amit mondtam, hogy több különböző versenyző állt az élen, mint anno az 1993-as versenyen, ebből is látszik, hogy rettenetesen szoros a mezőny, tényleg a világ legjobb versenyzői gyűltek most össze az Indy 500-on és az IndyCar sorozatban is, úgyhogy még sok-sok fantasztikus verseny vár ránk az év folyamán és a jövőben is, mert innentől már csak felfelé vezet az út, kezdik kiheverni a szakadás okozta káoszt a széria, úgyhogy nagyon szép dolgokat fogunk még látni. Igen, egyébként azt pont te hoztad föl, hogy tulajdonképpen itt akkor lehetnek problémák, hogyha ugye a csapatok esetleg elkezdenek fejleszteni ugye a kasztin, ami alapból is a koncepció lett volna itt az IndyCarban a DV12 karosszériánál. Igen, ez kicsit elgondolkodtató, hogy vajon mi lesz akkor, hogyha több különböző karosszéria lesz. Több különböző motortól annyira nem félek, mert az látszik, hogy így is szorosak a versenyek, még akkor is, hogyha olykor eltolódik a Chevy irányába, vagy a Honda irányába. De ott annyira szorosak a szabályok, nagyon megkötik a motor gyártók kezét, úgyhogy ott nem nagyon lehet majd nagyobb eltérés. Kaszni szint terén már igen, de hát az aranykorszakban is ugyebár több neves karosszéria gyártó is jelen volt, és mégis jó versenyeket tudtak futni, úgyhogy lehet, hogy mégse kellettől aggódni, csak már így megszoktuk ezt a egyenautózást itt a csúnya szakadt évek közepette, de mindenképpen jót tenne a sportnak szerintem, hogyha többféle kaszni gyártó lenne jelen, hiszen az Indy 500, az IndyCar, vagy ahogy nevezték a történelem folyamán többféleképpen USAC, AAA. Mindig az innovációról szólt ez a verseny is, mint ahogy a Formula 1 is, úgyhogy mindenképpen kellenek a fejlesztések. Igen.
igen, még egy valakit kifelejtettünk, Carlos Muñozt, róla még nem beszéltünk. Azért nagyon brutális teljesítményt nyújtott újonchoz képest, és tényleg mindenki el volt ragadtatva az ő teljesítményétől, és ami nagyon pozitív volt nekem a verseny után, hogy nem újongott és nem örült a második helyének, hanem azt mondta, hogy basszus, de kár, hogy lesárgazászlózták a végét, pedig ez meg lehetett volna. Ez igen, nekem az... nagyon szimpatikus volt. Igen, nekem is, és az egész srác nagyon szimpatikus, ahogy nyilatkozik, ahogy viselkedik, és ahogy megy, tehát rettenetesen gyors. Nem lennék meglepő, hogyha idénre még megpróbálnának neki szerezni pénzt arra, hogy az IndyCar néhány futamán elindulhasson, és sikerülne is. Újoncként vezette a versenyt. Mondta, hogy a teljesítménye volt az övéhez hasonló még a 2000-es évek elején, illetve a 90-es évek végén. De pont olyan már, amikor az Indy 500-an elindult, akkor már maga mögött tudott kártos éveket, Muñoz pedig most életében először ült IndyCar autóban és teljesített ilyen jól. Tudunk-e valamit arról, hogy Muñoznak mi lehet jövője az IndyCarban? Marad-e az Indy Lights-ban, vagy esetleg kap-e valamelyik csapattal egy hosszabb távú szerződést? Az Indy Lights-ban még mindenképp marad, idénre, ha jól tudom, teljes szezonos szerződése van. Pénzfüggő az egész sajnos, most azért még a válságot még heverik kifelé a csapatok Amerikában is. Pénzfüggő, szponzorfüggő, ha tud szponzort szerezni, akkor a teljesítménye láttam, biztos vagyok, hogy már temetre tettek rá a csapatok. Most jelenleg az Andretti autósportnál van ugyebár. Ők előszeretettel alkalmaznak sok-sok pilótát csapaton belül. Sok autós csapatokkal indultak, akár még ő náluk is el tudom képzelni, hogy beszerződtetik. Igen, hát mindenképpen nagyon fényes az Andretti Autosport jövője, hogyha ilyen versenyzők vannak a birtokukban. Andris, folytatjuk a beszélgetést egy későbbi időpontban. Köszönöm, hogy itt voltál velünk, és hát akkor később találkozunk. Szia! Ja! Újra itt! Továbbra is várjuk a hozzászólásaitokat, gyerünk, aktivizáljátok magatokat facebook.com/ultimatesportondier, twitter.com/usportlive, illetve itt a stream alatt is hozzánk lehet szólni. Lépjünk tovább GP2-re, ugye volt szerencsénk közvetíteni Molnár Dávid kollégával múlt hétvégén a GP2-es futamot, és hát nagyszerű versenyekről tudunk most beszámolni nektek. Itt van velünk tehát Molnár Dávid, akivel volt szerencsénk a GP2 futamokat közvetíteni, és hát hogyha egy szóval kellene jellemeznem a futamokat, akkor káosz és izgalom. Ja, ez két szó volt. Na hát mindegy, matekból úgyse vagyok túlságosan jó. Szóval nem unatkoztunk egyik futam közvetítésénél sem, de azért teljesen más futamokat, futam karakterisztikákat láthattunk. Az elsőn inkább a káosz volt jellemző, ugye a rajtbalesettel, az eltiltásokkal, stb. És Sandberg nagyszerű győzelmével. Második futamon viszont inkább az előzések domináltak, és nagyszerű futamot rittyentettek a GP2 menői. Hát milyen élményekkel és érzésekkel zárott ezt a monakói GP2-es hétvégét? Én azt gondolom, mindenképpen különleges volt, ugyanis az első verseny, ha minden igaz, akkor egy jó két és fél órán keresztül is talán tartott, ugye, amiatt a piros zászló szakasz miatt, valamint hát még előtte volt a Porsche időmérőn is egy baleset, ami miatt már eleve csúszásból indultunk. Tehát tényleg az a tömegbaleset, hát mondjuk jó, lehet számítani ilyenekre, Monakóban tavaly is volt egy eléggé szép, csak ott nem a első kanyarban, hanem utána kicsit kanyargósabb, de egyenes szakaszban. Hú, ezt mondjuk szépen megfogalmaztam, szóval padlógáz a szakaszban. Tehát idén tényleg gyakorlatilag majdnem a komplett mezőny ott maradt. Az egyetlen dolog, amit nem értettem egyébként ezzel kapcsolatban, hogy ugye ott láttuk a sportbírókat, hogy tologatták vissza az autókat, meg előre, meg hátra, és akkor van, aki teljesen épp autóval kiraktak a korlát mellé, és egyszerűen nem engedték vissza másokat, meg még vissza is toltak, még a dombak fölfele is megpróbáltak eltolni, hogy
nehogy körhátrányba kerüljön, ami egy nagyon okos ötlet volt. Dombnak fölfele egy teljes meredek emelkedőn toljuk fölfele sebességbe az autó, 12-en. Na mindegy, egyébként egy jó kis fordulatos verseny volt. Ugye magán az első versenyen a legnagyobb történés az a Bird és Evans féle csata. Az elején ugye Evans vezetett, Bird pedig ott volt nagyon szorosan mögötte, és gyakorlatilag ez jellemezte a verseny első részét egészen a kiállásokig, aztán ugyebár visszacsúszott Evans a harmadik helyre, Bird pedig valami fantasztikus tempót diktált, és végül megnyerte torony magasan a versenyt, pontosan 22 másodperccel tudott nyerni, és érdekes, hogy a második futam már nem igazán jött össze a számára, ugye volt egy kiállása is, de az előtt sem tudott túl impresszív teljesítmény nyújtani, úgyhogy a második futam az egyáltalán nem volt Birdé, ahogy arra számíthattunk egyébként egy teljes kavarodás volt. Az első futamon utolsó helyről induló Quip Hobbs lett a második futam második helyzetje, azt hiszem ennyit, hogyha elmondunk, akkor az teljes mértékben jellemzi az egész verseny hétvégét, valamint az amúgy, hát mondhatjuk nyugodtan pocsék teljesítményt nyújtó René Binder is a második futamon a hatodik tudott lenni. Igen, említetted Quip Hobbst, egyébként én még azért Evans-t kiemelném, ugye mondtad, hogy visszaesett, ettől függetlenül Monacót kétharmadik helyen zárta. Kijelenthetjük-e, hogy ő volt a hétvége legjobb versenyzője? Nyilván azt nem mondhatjuk, hogy ő volt a leggyorsabb, mert ugye a második futamon ketten is, és illetve az első futamon is ketten voltak gyorsabbok nála. Ettől függetlenül nagyon okos, nagyon higgadt versenyzést mutatott be a 18 éves idei szezon újonca, ugye, eddig, hiszen ugye tavaly még a GP3-ban indult. Persze, mondhatjuk, én azt gondolom, mivel hogy mind a kvalifikáció nagyon jó eredményt nyújtott, első, második futamon mondtad, hogy dobogóra tudott állni. Viszont, hogyha kétfelé kéne lebontani a futamokat, akkor az első futamnak mindenképpen Bird volt a legnagyobb személyisége. A második futamon azért már nem ilyen egyszerű a helyzet, viszont én azt mondom, hogy ott pedig Coletti volt a legjobb teljesítmény nyújtó. Habár láttuk, hogy vétett azért egy-két hibát, ami hát majdnem a kis túlzásra mondhatjuk, hogy a versenyébe került, de aztán végül, amikor kellett, akkor tudta hozni azt a teljesítményt, amivel rá tudott még tenni az előnyére. Ugye emlékezhetünk, hogy gyakorlatilag Quip Hobbst folyamatosan engedtek közelebb, és amikor 2 másodperc alá ment a különbség, akkor gyorsan futott 1,5 másodperccel jobb időt, szóval ebből is látszik, hogy igazából a teljesítménye az köridők szempontjából nem tükrözte azt, hogy valójában mire lett volna képes, és inkább ezért mondanám, hogy a második futamnak ő volt a legnagyobb hőse, mert hát gyakorlatilag a köridőt akkor tudta megfutni, amikor éppen kellett és rá tudott kapcsolni, tehát gyakorlatilag erre csak a legjobb versenyzők képesek. És hát igen, gyakorlatilag összességében mondhatjuk, hogy Evans volt itt, akinek legjobban összejött ez a hétvége. Viszont ha ugye Colettit is említetted, és hát tovább növelte az előnyét a bajnokságban. Most már ugye Felipe Nazar van mögötte, illetve hát eddig is ő volt, csak most egy kicsit megnövekedett a távolság. Ugye Colletti nagyon elrontotta az időmérőt, hátulról indult. Nyilván azért a káosznak is köszönhette, hogy az első futamon gyakorlatilag fölhozta magát a hatodik helyre. Ettől függetlenül azt gondolom, hogy ez igazi bajnoki ismérv, hogyha van egy rossz hétvégéd, már pedig a kvalifikációval elég rosszul kezdte el ezt a hétvégét Coletti, abból is esetleg ki tudsz hozni egy jobb eredményt. Tehát Coletti gyakorlatilag menetel a bajnoki cím felé elég szépen. Igen, Colettinek gyakorlatilag ez az éve most olyan, mint tavaly volt Vászekkinek. Méghozzá az első futamokon ugye elhúzott, gyakorlatilag már 2 futam győzelemnyi előnye volt tavaly Vászekkinek is, és most is nagyon nagy a előnye Colettinek, hát jelenleg ugye 26 ponttal vezet Nazar előtt, és én azt gondolom, hogy a bajnokság második fele azért még hátra van, sőt, hát több mint a fele hátra van,
de hogyha ilyen teljesítményt tud nyújtani Coletti, és nem esik bele abba a hibába, mint tavaly válszek ki, hogy itt a szezon közepe felé azért eléggé elkényelmesedett, akkor egy sima bajnoki cím lehet neki. De azért emlékezzünk rá, hogy tavaly hol voltak a fordulópontok, jön majd a brit pálya, aztán Németország, a Hungaroringre is ellátogatnak, Spa, Olaszország, úgy Monza, ezek mind olyan pályák, ahol megtörténhetnek azért fura dolgok, és teljesen összekavarodhat az erői sorrend. Futamról futamra más-más versenyzőket láthatunk majd az él pozíciókért harcolni. Valamint hát ne felejtsük el, lesz majd a bajnokság végén két utcai futam is, két keleti verseny, a szingapúri pályára látogatnak el, valamint mennek majd a bajnokság végén a Egyesült Arab Emirátusokba is. Két éve már futottak ott a GP2-esek futamot, viszont akkor az nem számított bele a bajnokságba, most majd belefog az is. És én azt gondolom, hogy elkövetkezendő négy forduló, hogyha jól sikerül Colettinek, akkor egyértelműen nem lehet majd megfogni. Viszont sajnos a bajnokság másik pozícióinak tekintetében is, tehát itt a második, harmadik, negyedik helyen is az látszik, mint tavaly, tehát hogy hatalmas a különbség már a második és harmadik helyzet versenyzők közt is. Úgyhogy lehet, hogy ismétli ilyen szempontból magát a történelem, de én azt gondolom, hogy egy hasonlóan izgalmas bajnokság lesz ez is, mint a tavalyi, és egyáltalán nem lefutott még a bajnoki cím. Következő futamra, mint ahogy már említetted, Silverstone-ban kerül sor, viszont arra sajnos egy hónapot kell várnunk, ugyanis június 28-tól 30-ig rendezik azt a fordulót majd. Biztos, hogy új győztes fogunk avatni, és hát természetesen, mivel hogy ugye tavaly Gutierrez és Razia győztek ezen a pályán, Silverstone-ban, de hát új győztesünk lesz az idei évre. Erről viszont bővebben majd, nyilván akkor fogunk beszélgetni, amikor odaérünk a versenyhez. Hát Dávid, köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk, és akkor valamikor jössz majd még vissza hozzánk ide a műsorba. Hát legalább majd a következő futam után. Az biztos. Lépdejünk is tovább, már csak egy témakörünk van hátra, méghozzá NBA Kisantallal beszélgettünk a tegnapi Spurs győzelemről. Amit tegnap boncolgattunk, az bekövetkezett, kiütéses győzelmet aratott a San Antonio, az az első pörte maga elől a Memphis csapatát, és ezzel bejutott az NBA nagy döntőjébe. Kisantallal elemezzük ma is a történéseket. Hát Anti, mi volt a kulcsa ennek a győzelemnek, ennek a San Antonio győzelemnek, illetve mi volt a kulcsa alapból annak, hogy a párharcot ennyire simán meg tudták nyerni? Köszöntök én is mindenkit. Hát természetesen először is az, hogy a Memphis nagyon gyengén támadott. A triplák és a mezőnyök is nagyon rosszul sültek nekik. Az első negyedben mindössze 14 pontig jutottak. Egy harmatos San Antonio is 10 pontos előnnyel ment pihenni. Hát ezután sem tudtak nagyon mit kezdeni a San Antonioval, aki tökéletes csapatjátékot mutatott be. És amikor úgy nézett ki, hogy meg tudnak fogni szinte mindenkit, akkor beindult Tony Parker, és végül 37 pontig jutott. Ami elég remek teljesítmény, főleg, hogy nagyon jó védőnek tartják Conley-t, de nem tudott vele mit kezdeni. Sőt, a Memphis irányítója egy botrányos mezőny statisztikával zárt, vagyis Parker még mondhatni a védekezésben is oda tette magát. A Spurs úgy tudott nyerni, hogy Ginobili a padról szinte semmit nem nyújtott. Duncan is egy középszerű 15 pontos teljesítményt tudott összehozni. Azonban Zach Randolph mondhatni, hogy szinte egymaga végezte ki a Memphis-t, ugyanis arra számítottak, hogy nagyon jól fog most már játszani, de ebben a sorozatban botrányos volt. És a négy meccsen összesen 16 mezőny kísérlete akadt be, ami nagyon kevés. Most még Gasol, illetve a csere Pandexter próbált hozzátenni valamit a csapat játékához, de ez is kevés volt. Hát a vége felé pedig már az edző próbálta föltüzelni a játékosokat, hát ez nem mindenkinél sikerült. Bayless például visszaszólt,
aztán kis ilyen verekedés tört ki. Igazából itt az edzőnek volt úgymond igaza, mert összesen 30%-kal dobott a csere Jared Bayless, azonban nem nagyon foglalkozott azzal, hogy kiszolgálja társait, inkább megpróbálta megnyerni a mérkőzést, ami nem sikerült, így sokak számára, többek között számomra is meglepő módon a Spurs úgymond rutinból behúzta ezt a párharcot. A Memphis pedig szinte esélytelen volt, hogy igen, nem fogták meg Parkert, Randolph semennyit nem javult föl, illetve a Prince-Tony Allen duó megint nagyon gyengén dobott mezőnyből, összesen 5 kosarat dobtak ketten. Hát jövőre ennél sokkal több kell, hogyha valamit szeretnének, többek között a padot is meg kell erősíteni. Kiesett tehát a Memphis, és ugye nyugatbajnok a San Antonio lett. Az egész évet tekintve, szerinted nyugaton a San Antonio megérdemelten nyerte el meg ezt a konferenciát? Hát igazából az előzetes bajnok esélyesek között ők is ott voltak. Hát a Lakers az úgy játszott, ahogy. Pláne, hogy a Spurs verte ki őket. Onnantól kezdve viszont nagyon egyértelműnek tűnt, amikor látta mindenki, hogy a Golden State-et a fiatalos lendület nem fogja elvinni a döntőig, bár meg fogja nehezíteni néhány csapat dolgát. Hát az Oklahomának ugye egyértelműen Westbrook kiesése és Durant egyedül való próbálkozása látszott, hogy nem fog sokra menni. Így a San Antonio szinte mondhatni, hogy egyedül maradt. Hogyha meg tudta fogni a két magas embert a Memphisben, ami sikerült, akkor egyértelmű, hogy ők voltak a legjobbak nyugaton, és az egész évet tekintve is. Mondják sokan, hogy direkt taktikáztak, vagyis azért kerültek be ilyen kiemeléssel, hogy elkerüljék a Lakerst, ami nem sikerült, mert a Lakers pont úgy szerepelt az utolsó néhány meccsen, hogy összefutottak, de hát Kobe Bryant kiesése után nem volt ez már téma. Megérdemelten jutottak döntőbe, és ha jól tudom, eddig 5 döntőt játszottak, és mind az 5-öt meg is nyerték, úgyhogy a Miami felkészülhet. Bizony, felkészülhet a Miami, és azért a Miaminak ne feledjük, hogy még egy nagyobb feladat is hátra van, ugye az Indiana Pacers ellen. Nem gondolnám, hogy itt az Indiana föl fogja adni ezt a párharcot, ma este játsszák a szériában, a párharcban a 4. mérkőzést Indianában, és hát visszajöhet döntetlenre az Indiana. Milyen esélyeket látsz erre a ma este folyamán? Hát én megmondom őszintén, ahogy mondtam is, hogyha a Miami azt nyújtja, amit tud, és a cserepad is, amiért szerződtették az ott lévő embereket, hozni fogja azt a teljesítményt, amit várnak tőlük, illetve a Pacers nem tudja kihasználni Hibertet, és George, illetve Hill is nagyon gyengén fog játszani az előző mérkőzésen, akkor nem igazán lesz esélyük. Ha viszont mindezeknek az ellentéte fog megvalósulni, és a Pacers az akaratát rá tudja erőltetni a Miami-ra, akkor akár lehet következő meccs, ha nem, akkor készülhet a Miami a döntőre, és egyébként a Sport egy holnap hajnali 2:30-kor élőben közvetíti ezt a mérkőzést. Érdemes megnézni, aki fent tud maradni, vagy fel tud kelni. Bizony, mindenkinek ajánljuk ezt a mérkőzést, ugyanis sorsdöntő összecsapás lehet. Anti, köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk, és akkor holnap jövünk a Miami-Indiana meccs elemzésével. Sziasztok! Ennyi volt már az Ultimate Sport On The Air adása, 9 óra, tehát a műsoridőnk lejárt. Köszönjük szépen, hogy minket hallgattatok, jöjjetek vissza holnap is, amikor Gályár Balázs kollégával fogjuk elemezni a nap legfontosabb történéseit, illetve természetesen hát nyilvánvalóan a motorsport világról is fogunk bővebben beszélni. Köszönjük még egyszer, hogy hallgattatok minket, lájkoljatok minket Facebookon, illetve hogyha esetleg ismétlésből nézitek ezt az adást, akkor iratkozzatok föl csatornánkra. Egyébként a képernyő alján láthatóak, akik közreműködtek a mai adásban, illetve látható az a YouTube csatorna is, ahol vissza tudjátok nézni az adásunkat. Még egyszer köszönjük szépen, hogy itt voltatok velünk, és akkor holnap találkozunk. Sziasztok!